Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gerő András professzor, mindenki ismeri őt, egy történész és egy ember. Úgyhogy a világon szinte mindenről lehet kérdezni. Ez fog ma is történni. Szia András, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt a hallgatóknak is, és persze neked is. Egy nagyon nehéz nap van ma. Ma az ENSZ határozat értelmében a világ emlékezik a gettóknak, a haláltáboroknak a felszabadítására. És ugyanezen a napon, ezelőtt két nappal az izraeli miniszterelnöki hivatal egy ülésén úgy döntött, hogy a diaszpórában, konkrétan az Ukrajnában lévő zsidókat szükség esetén evakuálják. A magyar kormány földművelési minisztere stúdión vendége volt, kérdésre válaszolva azt mondta, hogy természetesen a diaszpórában lévő magyarok ellátása is a feladatának érzi úgy a kormány, mint az ő minisztériuma, tehát ha Ukrajna bajba lesz, és menekülni fognak az ukrajnai magyarok, akkor nem csak befogadni, hanem el is kell látni őket. Amerika, Nagy-Britannia, Ausztria evakuálja a diplomatáit Moszkvából, Ukrajnából is elkezdték. Ugyanakkor back-to-back katonai szállítógépek érkeznek Nagy-Britanniából és az Amerikai Egyesült Államokból, valami olyan mennyiségű fegyvert ontanak oda, hogy ember még nem látott. Ugyanakkor Fehér Oroszországban közel 70 ezer orosz katona van, szuper felszerelésekkel, az ukrajnai határ, a Fehér Oroszországon kívül, nem az egyéb ukrajnai határokon, egyes hírügynökségek 150 ezerről van, aki 200 ezer, állig fegyverzett szuper technikával, amit mi úgy csak a november 7-i felvonulásokon láthattunk. Ugyanakkor a tengeren, és már is tiéd a mikrofon, hogy megpróbáld megmagyarázni, hogy mi ez, és mire készülünk, és hogy ez az első vagy a második világháborúhoz hasonlít. Egy nagyon érdekes koalíció jött létre, az iráni flotta, a kínai flotta és az orosz flotta együtt tarthat gyakorlatot. Ez, ami reggel éri az embert, amikor föl kell. Na most félnünk kell? Emlékeznünk kell? Mit kell csinálni? Elrohanni a szuperba, denni kellő mennyiségű malakot, sűrített tejet, WC-papírt, konzerveket, imádkozni? Mit kell tenni? Mi lesz ennek a vége? Péter, azért hát ketté választanám, mert az elején ugye a holokausztra való emlékezés ENSZ határozatban megfogalmazott tényét említetted. Azért ez különbözik attól, hogy Ukrajna, illetve Oroszország, illetve a NATO tagállamok között milyen feszültség áll fenn. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a holokauszt emlékezete bizonyos értelemben szakralizálódott az európai kultúrában, az egy jó dolog abban az értelemben, hogy időről időre ez egy felhívás mindenfajta olyan társadalomnak, amelyik vagy átélte a holokausztot, vagy pedig csak egyszerűen külső szemlélője volt, hogy ezt tudatosítsa magában, hogy ez egy milyen szörnyű eseménye volt az emberiség történetének, zárójelben megjegyzem, annak a kultúrkörnek, amiben élünk, hogy ő hogy állt ez elő, és hogy mi az a vírus, ami egyébként nem biológiai vírus, hanem társadalmi vírus, nevezetesen az antiszemitizmus, amelyik időről időre előjön, lappang, de időnként újra erőre kap, és hogy ez a vírus milyen szörnyű pusztítást tud okozni. Szerintem ez egy olyan emlékezett kultúrát idézett elő, nem csak Magyarországon, máshol is Európában, amelyik nagyon fontos, és nagyon fölhívja minket a figyelmünket arra, különösen egy ilyen covidos időszakban, hogy nem csak biológiai vírusok vannak,
hanem társadalmi vírusok is, és azok közül is az antiszemitizmus talán az egyik legveszélyesebb. Ez az egyik. De ez nem csak antiszemitizmus, hisz ott nem csak zsidókat öltek meg, ott megöltek kommunistákat, cigányokat, homoszexuálisokat, és én azért kötöm a kettőt össze. Péter, de ne arra, hogy közbeszólok, igazad van. Tehát nem, de mégis azért a holokauszt fő csapás iránya az kinyírni a zsidókat, az európai, a nácik által megszállt Európában élő zsidók kiirtása volt. Igen, ez tény. Ennyit akartam csak hozzá. Ez tény, de viszont azóta, a második világháború óta, mondjuk a jugoszláviai eseményeken kívül, olyan események, amikor bombázók röpködtek az égen, és tankok rohangáltak kinn az utcákon, leszámítva mondjuk az arab tavaszt, ami egy egészen más, vagy ahogy én hívom, arab mocsár, amikor az Amerikai Egyesült Államok demokráciát akart exportálni nekik, és úgy látszik, hogy ez nem sikerült. És akkor Amerika erős volt, és segített a felszabadításba. Ma Amerika üzenget Oroszországnak, az Európai Unió üzenget, tehát én azt látom, hogy a helyzet fokozódik, és remegek attól, hogy ugyanerre fogunk jutni. Most nem fognak haláltáborba zárni minket, most majd ilyen jó kis nukleáris bombákat fognak a fejünkre szórni, vagy Isten tudja, mi lesz. Ezzel én nem ijeszgetni akarom a nézőimet, mert azt akarom, hogy mindenki egészséges legyen, megszabaduljunk a vírustól, és elmehessünk választani. De ez abszolút a komfortérzetünket teljesen hazavágja. Egyszer azért, mert emlékezünk, mert emlékezhetünk és emlékezünk, és közben látjuk, hogy a színfalak között mi megy. Na most így van, ez a kérdésed másik, vagy a felvezető szöveged másik iránya volt, hogy itten mostan mi van ezen az egész Oroszország és Európa, illetve az Egyesült Államok közti feszültségháló tekintetében, aminek a gyúpontja most Ukrajna. És itt én nem tudom, tehát én nem értek ehhez, de azt megjegyzem, hogy azért, amikor a Szovjetunió szétesett, és ez egy történésznek azért ezt látnia kell, akkor jószerivel, és ebbe a Gorbacsovnak igaza van, aki utólag ezt mondta, a hidegháború győztesei, nevezetesen az Egyesült Államok és a szövetségesi köre úgy gondolta, hogy mindent megtehet. Következőleg pillanatok alatt, noha volt egy hallgatólagos megegyezés a tekintetben, hogy a NATO-t nem viszik el az orosz határokig, a létrejött Oroszország határaig. Ezzel együtt a NATO, miután megtehette, illetve Amerika, a balti államokat, akik akarták egyébként, nagyon beléptette a NATO-ba. Amikor a Szovjetunió szétesett, akkor ez egy gyenge Oroszország volt, mármint a következménye. Ez a jelcini időszak. De a Putyin azért azt csinálta, hogy bizonyos értelemben megerősítette Oroszországot. Egy konszolidált, nem olyan nagy hatalommá tette, mint a Szovjetunió volt, de továbbra is a világ egyik legerősebb hadserege, óriási nukleáris kapacitása. Arzenálja van neki. Igen. És talán úgy gondolta, hogy elérkezett az idő, hogy ezt az újonnan keletkezett, vagy az utóbbi évtizedekben keletkezett erőt valamilyen értelemben alkalmazza, és ennek az alkalmazásnak az egyik módja az, hogy nem akarja, hogy a NATO tovább terjeszkedjen az orosz határok mentén. Formailag ez a ukrán konfliktus lényege. Tehát az oroszok, és ennyiben azért meg kell őket érteni, hogy Oroszországnak van egy önvédelmi reflexe etéren, és persze ambíció is, mert azért az orosz ambíciókról ne feledkezzünk el. De azt látni kell, hogy az egy nem jogtalan követelés az oroszoktól, hogy nem akarják, hogy egy számukra nem barátságos, vagy nem feltétlenül barátságos katonai szövetség a határaik mentén tevékenykedik. András, én ezt megértem, én nekem erről az jut eszembe, amikor Kennedy azt mondta, hogy kimegyek az erkélyre, hátrafordulok, és a fenekemben vannak a kubai
orosz rakéták. Így van, és az amerikaiaknak igazuk volt ebben. Na most, ha akkor őnekik igazuk volt, akkor lehet, hogy az oroszoknak is ma igazuk van, de... Bocsánat, abban nincs igazuk, csak szerintem ez a szokásos tárgyalási túlfutás, hogy aztán majd valamiben engedjenek, hogy ők azt mondják, hogy tehát az általuk uralt szovjet birodalmi részekből, értelemszerűen ebbe beleértődnek az egykori szovjet szatellitállamok, hogy tűnjön el a NATO. Ez egy szürreális követelés, tehát magyarul, hogy mondjuk Magyarország is, nem azt mondom, hogy lépjen ki a NATO-ból, de NATO csapatok ne állomásozhassanak Magyarországon, Lengyelországban és a többi. Ez egy szürreális követelés, ezt nekik tudomásul kell venni, hogy ez így van. De a tekintetben, hogy Ukrajna, amelyik tagja akar lenni a NATO-nak éppen egy sajátos orosz ellenesség miatt, hogy ezt mi akarják akadályozni az oroszok, ez egy az ő szempontjukból egy méltánylandó követelés. Na de Ukrajnával nekünk is vannak némi problémáink, van egy bizonyos feszültség ők közöttük, meg is értjük őket, szeretnénk, hogy a függetlenségük megmaradjon, ne rohanják le őket, vannak területek, amit az oroszok elcsatoltak, amit az életben nem kapnak vissza, biztos, hogy az űrkilövő helyeket sem, mert azt mindig is oroszok őrizték, azt csak ott hagyták, de az az övéké. Hogyne. De... Hát nára, hogy az egész kazaksztáni történet is hát arról szólt, amikor bementek ezek a 2500 békefenntartó, nagy része orosz volt persze. Hát Bajkonur az kazak területen van, az egyik legfontosabb szovjet űrbázis volt. Most már ugye az oroszok kvázi bérlik Kazaksztántól, tehát... Azért sajátjuknak tekintik hát a bérlemény nyomán. Igen. Na most de azért vannak ennek ott a bugyrokban más része is. Tegnap előtt bejelentette Oroszország, az orosz honvédelmi miniszter, hogy Szíria fölött mától kezdve nem csak szír gépek fognak közlekedni és megpróbálni a légteret megvédeni, hanem az orosz gyártmányú orosz pilóta által vezetett gép is. A légelhárítás az ő kezükben volt. Van, mind a mai napig, ezek orosz katonák, lehet, hogy nem egyenruhába, akik kezelik a szovjet gyártmányú orosz tökéletesített légelhárító rendszert, és így holnap, vagy már akár ezekben a percekben, az izraeli légierő nem tudja az iráni határtól, nem Irán jött el egész Izraelig, hanem látjuk azt, hogy Beirut ma már iráni kézbe van, és emlékszel egy pár esztendén, nem is olyan régen, a beiruti kikötő fölrobbant. Igen. Tehát az történik, hogy Izrael nem tudja lassan saját magát megvédeni, idáig egy orosz kiskapus megegyezése az oroszok békén hagyták az izraeli védelmi légierő gépeit, holnaptól le fogják venni őket, aztán érkezhetnek. Tegnap előtt érkezett például egy hatalmas, az amerikai flotta állította le a tengeren egy iráni hatalmas műtrágya szállítmányt, ami alapanyaga a bombáknak, tehát a robbanószereknek. Na de... Ahelyett, hogy földet művelnének vele Iránba, mert ott meg ilyen halna. Jó, de én nekem... Ez is a szovjet, illetve az orosz, tehát nem csak e felé nyomulnak előre, Kínával sincsenek túl jóba, de mégis most együtt hadd gyakorlatoznak velük. Jó, de azt valahogy tudomásul kell venni, hogy Nagy Katalin óta, és ez egy hosszú távú történelmi tendencia, szóval Oroszország valamilyen értelemben nagy hatalom. Értelemszerűen ez a nagyhatalmi státusza más volt egy bipoláris, tehát szovjet-amerikai versengésre alapozott világban, akkor azt lehet mondani, hogy szuperhatalom volt, mármint az Oroszország maggal bíró Szovjetunió. Ez megváltozott, de az oroszokat nem lehet leírni. Tehát nem lehet leírni úgy, kitenni őket a nagyhatalmi játékból, és éppen azáltal, amit mondtam, hogy a putyini Oroszország megerősödött öntudatában is, konszolidáltságában is egy jelcini Oroszországhoz képest, ez még jó nyilván is lehet. Próbálgatja a határait.
Itt, de ezt, ugye ezt a játékot nem egyedül játsza. Hát vannak ellenérdekelt felek is. És én nagyon bízom benne, hogy ebben a helyzetben kialakul egy olyan új egyensúlyi állapot, amelyik egyfelől korlátokat jelez a Pax Americanának, de másfelől értelemszerűen nem tudja helyreállítani, és nagyon remélem, hogy nem tudja helyreállítani azt a hatalmi befolyást, amit egykor a Szovjetunió élvezett. Tehát itt új egyensúlykeresés folyik, aminek persze van egy eseménytörténeti része, amiket te felidézel, de akkor is erről van szó. A putyini Oroszország úgy gondolja, hogy ő neki most egy bizonyos értelemben módja van revízió alá venni a jelcini Oroszország nyomán kialakult viszonyokat. Ennek része ez az ukrán válság is, ennek része az, hogy a bizonyos értelemben helyre akarja állítani a volt Szovjetunió közel-keleti befolyását. Egyébként eddig is megvolt ez, hát szíriai kikötött támaszpontokkal használtak az oroszok. Bérli őket. Hát, de akkor igen. Is ők, az ő használatok. De ugyanakkor megakasztalak, mert ha megnézzük például a király, az orosz moda királycsinálást, ott volt a szíriai elnök, akit azt hittük, hogy utolsó napjait éli. Ráküldte Európára a szírmenekülteket. Európa ki nem látszott a szírmenekültekből. Ma úgy be van betonozva a szír elnök, megint ilyen erős talán soha nem volt, orosz segítséggel. De nem őről akartam beszélni, hanem előbb nem mertem közbevágni, mert utána jönnek a levelek, hogy miért nem hagyok egy professzort beszélni, úgyhogy visszafogom magam. Nem lehet, hogy nem csak a jelszíni gyengeség, hanem ez az új amerikai vezetés arra irritálja Putyint, hogy itt az ideje, mert ezek úgysem tudnak válaszolni rendesen? Minden lehet, ezt nem tudom, tényleg nem tudom, erre nem is tudok válaszolni, mert fogalmam sincs, hogy egy orosz stratéga, vagy egy putyini tanácsadói kör, adott esetben Putyin agyában ezek a tényezők láttad hogy már, állnak össze. Láttad már, kávéztál már az új amerikai Budapeste akreditált nagykövettel? Nem, hogy miért? Mert kávéztál? Nincsen. Persze, mert ideiglenes ügyvívője van az Egyesült Államoknak. De Budapest nem egy olyan fontos hely de szerintem. De még több száz helyen nincsen. Igen, de ezzel együtt szerintem az amerikai külpolitikának, és egyébként a Biden kormányzat bizonyos értelemben folytatja a Trumpi külpolitikát, azért azt el kellene döntenie, hogy hosszú távon mi az fő riválisuk nekik. És szerintem ugye Trump azt mondta, és úgy tűnik, hogy a Bidenék ezt követik, hogy az elsődleges rivális Kína. Na most ebben az értelemben ő nekik egy idő után az oroszokkal egyfajta modus vivendit kell kialakítani, mert érdekük. Az oroszoknak is érdekük, mert Amerikától ők nagyon sok olyan mindent kaphatnak, amire ugyan azt mondják, hogy nekik nem számít, hogy ez van-e vagy nincs, de számít nekik. Számít az, hogy el tudják adni a földgázt és az olajat, egyébként NATO országoknak is, tehát őnekik bevételi forrás, ez egy kapcsolat, ugye, aminek mind a két fél szempontjából van előnye. Ha a Biden kormányzat egyértelművé teszi azt, hogy neki hosszú távon, mint az amerikai külpolitikának mondani már a Trump érában, sőt már Obamának is ez egyik megfontolása volt, hogy Kína a fő rivális, akkor az oroszokkal meg fogják találni a modus vivendit. Na de hogyha az Európai Unió, aki ilyen nagyon halkan, meg ne is beszéljünk az Európai Unió nem játszik, külügyi nem egy biztosáról, dehogy nem fenyeget. De ez az akkor, ha Putyin elzárja a gázt, meg az olajat, akkor mit csinál vele? De, nem, de ez az Európai Unió ebben az értelemben, hát sokan ezt vetik az Európai Unió szemére, hogy, és sokan ezért vannak hívei annak, hogy legyen Európai Egyesült Államok, mert hogy Európa gyenge ezekben a nemzetközi játékokban, annyira gyenge, hogy az ukrán válság tekintetében kifejezetten nehezményezték, hogy Amerika nem is tekintette őket tárgyalópartnernek, és Amerikának ebben az értelemben igaza van, Európa külpolitikai értelemben egy széthúzó, nem egy erőt mutatni képes társaság.
Lehet, hogy az Európai Unió is rákényszerül egy ukrán válság. Lehet, nyomán. Hogy a monarchia idején a monarchia külpolitikája jobban összetartott, mint ma a mai Európai Unió. Hát ez nem is kérdés. Ez nem is kérdés. Hát a monarchiának közös külügyminisztere volt. Tehát a külpolitika ottan a két birodalom rész egységes akaratából állt össze. Európai Unióban ez így nem létezik. Hát nincs is... Ha lehet, mert nincs is külügyminisztere az Európai Uniónak, külügyi biztosa van. Külügyi biztosa, aki én azt hittem, hogy az olasz hölgy után már rosszabb, nem lesz, de... Igen, mindennél van lejjebb, igen. Tehát itt az a helyzet, hogy sok mindent újra kéne gondolni. Itt azért van egy... Szóval nézd, itt van egy nemzetközileg is létező újragondolási kényszer, ami nem napi szinten jelenik meg, de hosszú távon működik. Hát azt újraosztás fizikailag az országokat, határokat? Hát azért Oroszország a Donbasszal és a Krím elfoglalásával jelezte, hogy számára azok a határok, amiket egyébként elismert, azok nem szentek. Ugye? Hát ez erről szólt. Tehát az, hogy az európai, a második világháború utáni európai és világrendet egyfajta konstansnak tekintették sokan, arról kiderült, hogy nem működik. Hát Izrael is ezt éli meg, ugye, hogy létrejött egy ENSZ határozat nyomán, rögtön háború sora követte ezt, és ma is egy szenzitív kérdés, hogy mi a területe Izraelnek. Vannak, akik a status quo hívei, és azt mondják, hogy egy négyzetméterrel se legyen több, mint ami volt neki, Izrael pedig, és egy sok más állam az, de legyen több. Hát ha visszamennék abba, amit akkor megszavaztak, az védhetetlen. De hát hadd mondjak egy másik példát neked a szürrealitására ennek a gondolkodásnak, hogyha megnéz az ENSZ biztonsági tanácsát, amelyik ugye, amikor az ENSZ létrejött, akkor a győztes államok, győztes nagyhatalmakból állt össze. Na most ma a világ első 10 ipari gazdasági hatalma között ott van Japán is, és Németország is. Egyik se tagja a biztonsági tanácsnak, mert ugye vesztes államok voltak. Hát... Na jó, de... Ezt én értem, de perceken belül ugye megvan az új német kormány, ami színesebb, mint amit emberi agy fel tud fogni, és őnekik lesznek követeléseik. Először az Európai Unióval szeretnék megtartani azt a hatalmukat, amit a kancler előtte kivívott. Nem biztos, nem hiszem, hogy sikerülni fog nekik ezzel. Ugyan a Moszkvába járt miniszterasszonyuk nagyon kemény volt az orosz külügyminiszterrel a sajtótájékoztatón, hogy egy pár perce egy Merkelt véltem fölfedezni, de azért ez nem ugyanaz. És az európai után biztos lesznek nekik nagyhatalmi törekvéseik visszatérni valamihez, és ők még azért a sebeiket nyalogatják, mert a Willkommen után nem csak nem sikerült nekik az új bevándorlókat, vagy migránsokat, vagy hívjuk, akinek akarjuk befogadni, hát nem tudták a saját testvéreiket, az NDK-s polgárokat sem kellőképpen elismerni. Nézd, ez egy hogy mondjam, hosszú távon német dilemma. A németek túl nagyok ahhoz, vagy túl erősek ahhoz, hogy csak egy ország legyenek Európában, de túl kevesek ahhoz, hogy a világot uralják. Amikor, és képesek aránytéveszteni, két világháborút köszönhetünk a német aránytévesztésnek. De ma is az a helyzet, hogy Németország nem egy az Európai Unió országai közül, az Európai Uniónak sok értelemben egy vezető országa. Jószerivel azt lehet mondani, sokan úgy is gondolják, hogy itt valójában egy Német-Európa alakul, vagy ebben a folyamatban. De ez akkor volt benne. Így, amikor a közös piacról beszéltünk, ez ma már nem egy közös piac, ez ma már nem egy gazdasági megállapodás csak. Na de pont ez a lényege, hogy azért látszólag itt van egy nyelvi világ, amelyik az egyenjogúságból, az egyenlő jogokból indul ki, de azért a történelemben létező egyéb faktorok nem változtak. Az erő, mint tényező, az épp úgy jelen van, csak nem hívjuk erőnek, éppen a nyelven eltakarjuk ezt a fogalmat. És a németek erősek.
Tehát teljesen mindegy, hogy most ők csak egy szavazat a 27 tagállam közül, nem mindegy az ő szavazatuk, hogy hova tevődik le. Következőleg a német befolyás sokkal erősebb. Kérdezd meg a görögöket, hogy mit gondolnak, amikor egy görög adósságválság volt, hogy mit jelent Németország hatalma. Hát ezt láttuk is. Ugyanakkor nem hagyhatjuk ki, még látom, hogy van 3 percünk, már majdnem minden résztvevőről beszéltünk, de az Európai Unió mostani elnöke, egy igazi francia úr, aki meg van győződve arról, hogy ő semmivel sem kevesebb, mint Németország vagy bárki, és ő is boldogan, úgyis, mint az Európai Unió soros elnöke, hajlandó leülni Putyinnal tárgyalni, és nem csak ezért, mert ő most, hanem azért, mert ő egy francia. De hát ne arra, hogy én azt gondolom, hogy most mindentől függetlenül, a személytől függetlenül, ha Oroszországot, mint említettem, Nagy Katalin óta egy olyan hatalmi tényezőnek tekintjük, amelyiknek befolyása van Európa ügyeire, akkor igenis nagyon fontos, hogy az európai vezetők, bárki is az, bármilyen titulusa van, tárgyaljon Oroszországgal. Hát ha igaz az, amit én mondtam, hogy itt egy bizonyos értelemben egy új egyensúlyi helyzetet kell kialakítani, ez egy munka. Ez egy nagyon komoly diplomáciai munka, nagyon komoly politikai munka. Ebbe, ha minél többen vesznek részt európai részről, illetve orosz részről, az csak jót tesz ennek a folyamatnak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon helyeselhető, ha minél több európai vezető tárgyal a Putyinnal, nagyon helyeselhető, hogyha Putyin tárgyal ezekkel az emberekkel, mert ez egy összecsiszolódási folyamat. Akkor miért zavarja a fél világot, látom megjelenni már a cikkek egymás után burjányoznak, hogyha Orbán Viktor február elején tárgyal Putyinnal, úgyis, mint az európai tagállamok. Az előbb azt mondtad, hogy mindenki ugyanannyi, ő miért ne tárgyalna? Természetesen, én nem tudom, olvastam ilyen cikkeket, én nem gondolom, hogy ez helytelen lenne egy ilyen tárgyalás, mindaddig, amíg a magyar kormányfő értelemszerűen, és úgy tűnik, hogy ő abszolút híve ennek, hűséges a szövetségesi viszonyrendszeréhez. Tehát amíg Magyarország nem szabotál bármilyen NATO akciót, amíg a Magyarország nem megy szembe az Európai Unió külpolitikai vonalával, addig miért ne tárgyaljon Putyinnal? Ez magától értetődik. Azért az oroszoknak is meg kell érteniük azt, amit a Veres Péter mondott a Sztálinnak, ha megkérdezte tőle, hogy a Sztálin, hogy mit szól ezekhez a gyönyörű orosz birioszkat, ilyen nyárfákhoz, akkor a Veres Péter elgondolkodott, ilyen csizmás paraszulához, hát Sztálin elvtárs, a fák nem nőnek az égig. És ezt meg kell értenie a Putyinnak is. Bízunk benne, hogy figyelte adásunkat, és föl fog hívni telefonon, és majd magyarázatot kér. Egy napon születtünk egy évvel Putyinnal. Hála a mindenhatónak. Te is nagyon jó állapotban, ugyan rajtad látszik, hogy nem gymbe jársz naponta, hanem inkább az agykultúrával foglalkozol, és tovább műveled magad, és most nézőinket. Köszönöm, hogy velünk voltál. Kedves nézőim, ez a fél óra nehezen jött létre, de András végül is azt mondta, hogy jön, és itt volt. Valami egész másról akartunk beszélni, a monarchiáról és azoknak a következményéről, de erről legközelebb most is láthatták, hogy egy történész az aktuál politikában pontosan úgy, mint azok, akiknek ez a szakterülete otthon van, sőt, talán még jobban. Köszönöm, hogy velünk voltál. Előzetesek, és már is jövünk vissza. A következő vendégünk Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, úgyhogy repülünk, tartsanak velünk!